Tudományegyetemen tanulok. Utcafórumot tartott a Jobbik Magyarországért mozgalom jobboldali néppárt a Sárospataki Hiltéren. A párt szimpatizánsainak és az arra járó helyieknek a párt elnöke, Vona Gábor beszélt arról, hogy fontos az április 8-ai országgyűlési választás, amelyen ők kormányváltásra készülnek. A Magyarországon én azt gondolom, hogy az ellenzéki oldalon egyetlen egy olyan politikai közösség van, amelyik jól szervezett, amelyik tudatosan készül a kormányzásra az elmúlt időszakban, amelyiknek megvan a értelmiségi holdudvara, amelyiknek megvan a programja, amelyiknek megvan a nemzetközi kapcsolatrendszere, tehát megvan minden olyan eszköze, ami ahhoz szükséges, hogy egy országot kormányozzunk. Egy országot kormányozni nagyon nehéz feladat, nagyon összetett feladat, nagyon felelős feladat, és azok a pártok, amelyek a saját pártjaikat nem tudják irányítani, azoktól természetes, hogy nem várható, hogy az országot is irányítsák. Mi úgy érzem, hogy készen állunk, tudatosan készültünk az elmúlt 8 évben erre a feladatra, nagyon sok nehézségen át küzdöttük magunkat, és most úgy érzem, hogy megérettünk arra, hogy az emberek bizalmát kérve április 8-a után egy sikeresebb és boldogabb Magyarországot teremtsünk. A pártelnök leginkább országos témákkal foglalkozott az utcafórumon, a gazdaság helyzetével, a migráns kérdéssel, a társadalom önbecsülésével, majd pedig azt ajánlotta a helyieknek, támogassák a megyei 5-ös számú választókerületben egyéni jelöltségért induló jelöltjüket, Mikola Gergelyt, aki a térség helyzetéről, kitörési lehetőségeiről beszélt. A legnagyobb probléma az, hogy a térségünket próbáljuk kiegyezni a turizmusra, ami egy jó irány, csak nem mind a 98 településre. Egy komplex turizmus fejlesztéssel és egy turisztikai tervvel megszólíthatóak azok az emberek, akár külföldiek, akár nyugaton az USA-ból, hogy jöjjenek ide és töltsenek el itt egy hetet. De ez nem csak egy irány. A turizmus mellett más munkahelyteremtő beruházásokra is szükség van az egyéni jobbikos jelölt szerint. Így például fontosnak tartotta, hogy Szerencs térségében újrainduljon a cukorgyár és a cukorrépa termelése.